Köszöntöm a Banyhádi Napló nézőit, Kutni Gábor vagyok. Mutatom röviden képekben, miről számolunk be a mai magazinban. Vas Albertre emlékeztek Banyhádon. Megemlékezés a vadéfalvi veszedelemről. Évértékeléssel kezdte a 2023-as esztendőt a Banyhádi Atlétikai Klub. 24-szer rendezték meg a Losonczy István tedemlabdarúgó emléktornát. Általános és középiskolás diákok is részt vettek a Vas Albert rajzpályázaton, ahol az író művei alapján alkották meg pályamunkáikat. Idén is nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen több mint 200 beérkezett rajz közül kellett a legjobbakat kiválasztani. 18 éve hirdeti meg a Vas Albert Törzsasztal és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ az alkotói pályázatot, amint minden évben lelkesen részt vesznek a diákok. Az eredményhirdetést követően az országban először itt felállított szobornál emlékeztek meg Vas Albertről. Jó volt hozzám az idegen föld. Vihar szaggatta csontjaim, gyökerek téptek benne rendre. Tölgyfává nőttem újra, aminek születtem. Vas Albert Tölgyfa az idegen földön című versével köszöntötték az egybegyűlteket az író születésének 115. évfordulóján megrendezett rajzverseny díjátadóján. A hagyományokhoz híven a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ és a Vas Albert Törzsasztal minden évben meghirdeti a rajzpályázatot, mellyel tisztelegnek az erdélyi magyar író emléke előtt. A kiírás szerint általános és középiskolás diákokat invitálnak az író művei alapján elkészített rajzok versenyére. Az idei évi téma a Hunok útra kelnek című monda és a Tavak könyve negyedik meséje volt. Szabó László, a Vas Albert Törzsasztal alapítója elmondta, az elsők között vetődött fel 18 évvel ezelőtt az ötlet arról, hogy állítsanak szobrot a városban. Az alkotója Kolozsi Sándor Kolozsvárra szánt, de az akkori városvezetés ezt teljesen kizárta. Így aztán a mi ötletünk folytán Bonyhádra került a szobor, és hát ennek a szoborállításnak a háttér bázisaként jött létre 2004 nyarán, júniusában a Völgységi Könyvfesztivál keretében, ott alakult meg a Vas Albert Törzsasztal, és hát támogatta a szoborállítás ügyét, és mindemellett az egyik fő célkitűzése a Törzsasztalnak Vas Alberti életmű népszerűsítése, és ezzel párhuzamosan az értékközpontú irodalom támogatása. Ennek a folyamatnak részeként indult a rajzverseny is, melynek célja az volt, hogy a gyerekek az alkotásokon keresztül is jobban megismerhessék Vas Albert művészetét. Tanakodtunk, hogy a gyerekek számára mit lehetne létrehozni, hogy ők is bekapcsolódhassanak, hiszen Vas Albertnek van két gyönyörűséges mesegyűjteménye, az Erdők könyve és a Tavak könyve. Hát így jött a gondolat, hogy mi lenne, ha ezekre a mesékre rajzolnának a gyerekek, tehát ilyen meseillusztrációs rajzpályázatként jött létre. Már az első évben, tehát a szoborállítás utáni első évben már meghirdettük. Mindig én vagyok az áldozat, hogy kiválasszam az év meséjét, amire majd rajzolnak a gyerekek, de nagy örömmel és buzgalommal készítik az illusztrációkat. Hát az idén 201 pályázat érkezett be. Csábrák Gyöngyi pedagógus szerint a gyerekek szívesen vesznek rajzeszközöket a kezükbe, amikor ilyen módon kell illusztrálniuk egy-egy történetet. Ugyanazt a mesét hallja minden gyerek, de miközben hallgatja a mesét, mindenkinek a fejében másképp rajzolódnak meg a szereplők, máshogy képzeli el a helyszínt, és miközben figyelemes ére és gyűjti ezt a sokfajta impulzust, ami éri mesehallgatás közben, vagy a nagyobbaknál már meseolvasás közben. Egyrészt nagyon, nagyon kellemesen pihentető és relaxációs élménye is van a gyereknek, másrészt rengeteg örömforrást kap belőle, mert hogy közben
Vagy azt éli meg, hogy egy pozitív szereplő elnyeri a jutalmát, vagy azt éli meg, hogy némi viszontagság után, de a rossz az elnyeri a büntetését. És ez nagyon fontos a gyerekeknek, hogy azt tudják, hogy mindennek van következménye, és hogy előbb-utóbb érdemes tisztességesen és jól csinálni a dolgunkat. Az biztos, hogy azzal, hogy nagyon sok állat szereplője van, és ezek az állatok emberi képességekkel vannak felruházva, biztos, hogy nagyon sokat tanul belőle minden gyerek. A diátadó ünnepség végeztével a Művelődési Központ parkjában felállított Vas Albert szobornál folytatódott a megemlékezés, ahol Filóni Ferenc Ibolya polgármester emlékezett meg a máig megosztó író életéről. Sokszínű és gazdag életműve a 20. század legnagyobb magyar írói sorába emelik. És arra az íróra, aki 25 évvel a halála után még mindig megosztó. A nagy egyéniségek nagy viharokat kavarnak. Nem csak életükben, de holtukban is. Háborús bűnös, antiszemita. Mi az igazság? Maga az író az igazságról több alkalommal is vallott. Álljon itt egy mindannyiunk számára megfontolandó idézete. Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én. Mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazsága fontos, hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött. Számomra fontos a közös megemlékezés, hiszen annak közösségben való megélése erősíti nemzeti összetartozásunkat, egymáshoz való kötődésünket. Ennek a hagyománynak és főhajtásnak része az emlékezés mellett az alkotás öröme is, amelyet idén több mint 200 gyermek élhetett át a meseillusztrációs pályázatnak köszönhetően. Arról, hogyan merültek el a történetek színes világába, a kiállított képek tanúskodnak. Tisztelt emlékezők! Vas Albert a megmaradás törvényét 7 parancsolatában foglalta össze. Útra valahul idézzük fel ebből a másodikat, mely adjon erőt mindannyiunknak a kihívásokkal teli új esztendőben. Magyar, mi voltodat, az Úr legszebb ajándékát meg ne tagadd soha. Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg a nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja, az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében. ...1764-ben pontosan 259 éve történt a Madéfalvi veszedelem. Erről emlékeztek meg országszerte a hétvégén, többek között Bonyhádon is. Az eseményen emellett átadták az új kopjafát. A bukovinai székelyek országos szövetsége ezzel Tomka Károly, az aldunai székelyek telepítő lelkészének állítottak emléket. Az 1764-es vérengzés a székelyek egy csoportja ellen elkövetett tömeggyilkosság volt. Január 7-én a vízkereszt utáni hajnalon az ágyütűzzel indított támadásban mintegy 200 embert, köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészároltak le. Bonyhádon a Székely Emlékparkban Csibi Norbert történész mondott beszédet a Madéfalvi veszedelem 259. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésem. Sokkal fontosabb, hogy mit tud mondani, mitől élő ez a dolog nekünk ma. Persze emlékeznünk kell az elhunytakra, az áldozatokra, ezért is vagyunk itt, de mindenképpen élővé kell tennünk ezt az emlékezetet. Egy pár dolgot emelnék ki, ami nekem jelent ez a dolog. Az egyik a közösségnek az ereje, hogy a közösség és azon belül az egyének a felelőssége az mennyire kulcskérdés abból a tekintetből, hogy egy nép, egy csoport meg tud erősödni, meg tud maradni egy elég viszontagságos évszázad vagy több évszázad közepette. Illés Tibor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke szerint fontos, hogy minden évben megemlékezzenek és levonják a tanulságukat. A megemlékezés az mindig ugyan visszanyúlik a múltba, visszatekintés, de a visszatekintésnek én úgy gondolom akkor van értelme, amikor előre is mutat egybe, hiszen azokat a példákat, azokat akár
pozitív, akár negatív példákat mindenképpen be kell építeni az ember a életébe, és ami nem volt jó, azt kerülni kell ezáltal, hiszen tanúságként kell szolgáljon, és ami meg mindenképpen előremutató, és úgy gondolom, hogy hiszen azért mintaértékű, azt meg valamilyen szinten be kell építenünk az életünkbe. Természetesen az ember gyarló, és ugye nem tökéletes, úgymond, de igyekezni kell abba, és úgy gondolom, hogy ezek a minták, ezek a példák mindenképpen segítik abban, hogy egyfajta irány, hiszen a mai világnak ez a legnagyobb problémája, hogy nincsenek olyan, illetve kevés olyan ember van, aki mintául szolgál, és ez mindig is nagyon fontos volt, hogy legyen vezéregyéniség, legyen, aki viszi az ászlót, és az hiteles legyen, az tényleg előre vigye, és ne pedig gondolkodjon vissza-vissza tekintve, hanem igenis előre, és tennünk kell a dolgunkat. Úgy gondolom, a bukovinai székelyeknek különösen, ugye az ember végig gondolva a történelmünket, nagyon sok mindent kell fölkaroljuk, és magunkévá tegyük, mert fontos, és ezt tovább kell adjuk. Ezt a kopja fát. Az eseményen átadtak egy új kopjafát is, amelyet Keresztes Andor plébános áldott meg. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ezzel Tonka Károly, az aldunai székely telepítő lelkésznek állított emléket. Jött az alkalom, ugye kerek évfordulójuk van az aldunai székelyek letelepítése kapcsán. Ugye a letelepítését Tonka Károly irányítása alatt történt. A reformátusok, itt külön ki kell hangsúlyoznom, hogy a reformátusok, és annak emlékére, tiszteletére állítottunk egy kopjafát. Ugye ő Hertelendi falván van eltemetve, és úgy gondoltuk, hogy mivel a közösség ugye ide tartozik közénk, hiszen bukovinai székelyek, ezért ez a legkevesebb, hogy megtiszteljük és elhelyezzük az ő kopjafáját is a parkba, ahol végül is helye van. És úgy gondolom, hogy még sok-sok hasonló kiemelkedő egyéniség, személyiség, ami példaként szolgál a bukovinai székelyeknek, ugyanúgy helye lesz, és bízom benne, hogy a jövőben még mindig sokan vannak, akik megérdemlik. Az esemény zárásaként a városvezetés, az egyesületek és az intézmények képviselői megkoszorúzták a Székely Parkban felállított emlékművet. Közgyűléssel kezdte a 2023-as esztendőt a Bonyhádi Atlétikai Klub. Az egyesület elnöke elmondta, hogy rendkívül sikeres évet tudhatnak maguk mögött. Újabb alapkövet sikerült lerakni az elmúlt évben a bonyhádi atlétikai életben. Ezt hangsúlyozta Kirchner Máté Réka, az Atlétikai Klub Bonyhád elnöke, az egyesület hagyományos évértékelő közgyűlésén. A klubvezető kiemelte, az új kölyökből atléta program számos gyermeket mozgatott meg 2022-ben. Az Atlétikai Klub Bonyhádnak ma rendezzük meg az évértékelő közgyűlését. Igazából ez minden évben nagyon fontos, mint ahogy minden egyes szervezetnél, hogy értékeljük, hogy hogyan telt az év. Ugye sportról van szó, tehát nagyon fontosak az eredmények, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén 6 válogatottsággal büszkélkedhetnek a sportolóink, illetve ami nagyon jó, hogy beindult a kölyökből atlétika program, ez az Atlétikai Szövetségnek köszönhetően a VB kapcsán, és ez ugye az alsó tagozatosokat célozza. Ezáltal egy szélesebb alapra építhetünk, hiszen most nagyon sok gyermek van, aki ismerkedik az atlétika alapjaival, még játékos és ilyen vidámabb formában, de nagyon ügyesek, és öröm látni tényleg, hogy milyen lelkesedéssel versengenek, és hát kicsiknek, nagyoknak egyaránt ez a versenyzés a lételeme, hiszen ez visz előre a sportban. Több versenyen is részt tudtak venni sportolóink, országos bajnokságokon is első és nyolcadik hely között több helyezésünk volt, tehát erre is büszkék vagyunk. A Diák Olimpián is mindig
be tudnak kapcsolódni az atlétáink, tehát az iskolának, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumnak is oszlopos tagjai, és ezáltal a Diák Olimpián nagyon jó eredményeket érünk el, illetve az is jó, hogy a kölyök atlétikában, amit említettem, rendszeresen rendeztünk versenyeket, erőfelmérőket, ugye két általános iskola működik Bonyhádon, és ők is összemérik az erejüket, és ez egy nagyon szuper és előrevívő dolog. A klubnak közel 50 tagja van, mondja az elnök, dobók, futók és ugrók egyaránt. Kling Réka 6 évvel ezelőtt csatlakozott az egyesülethez. A 19 éves lány súlylökésben és diszkoszvetésben jeleskedik. Eredetileg Grundbirkónak szántak az általánosba, utána hát az nem jól sikerült, és odaadta a kezembe az akkori tesi tanárom a súlylökőt, hogy nálunk ilyen is van, és igazából azóta súlylökök. Élvezem, tehát hogy nyilván nehéz a munka, és de viszont hogyha a versenyen kifizetődő, akkor az persze egy jó érzés. Van két korosztályos válogatott érmem, van egy ezüstérmem még ifi korosztályban, és egy bronzérmem most nyárról junior korosztályban. Ezen kívül voltam kint 2021-ben Tallinnban a korosztályos Európa-bajnokságon. Sajnos ez nem sikerült jól, de azért örülök, hogy ott kint voltam. Hát jó pár országos cím, de igazából azt már nem nagyon tudnám elmondani, hogy mennyi van. Igazából nagyon jó a hangulat, és segítjük egymást, tehát hogy edzéseken is, mint kondi edzés van, akkor mindenki ordibál egymásnak, hogy jobb, meg lesz, meg tényleg az a, attól függetlenül, hogy nem csapatsport, ugye az atlétika nagy részt, az attól függetlenül nagyon jó csapatok tudnak összekovácsolódni. Most, hogy a kölyök atlétika bejött, így már a 6 évesektől sportolnak az atlétikai klub keretében, és a legidősebb, hát ugye az egyetemistáink közül is még van, aki hozzánk tartozik, illetve itt a mi színeinkben sportolhat és versenyezhet, úgyhogy közel ilyen 20 éves korosztályig. Sőt, ha nem is mondtam igazat, bocsánat, hiszen idén 2022-ben csatlakoztak hozzánk amatőr, úgynevezett amatőr futók, akik nem olyan amatőrök, de ők így nevezik magukat, tehát ilyen utcai hosszú futók, és ha őket is vesszük, akkor azért a 40-es korosztály is megjelenik a klubnál. Atlétizálni azért jó, mert ez egy alapsportág. Tehát a gyerekek, amikor megismerkednek ezekkel a dobás, futás és ugrás dolgokkal, ebből bármilyen sportágba tovább lehet lépni. Természetesen mi örülnénk, ha atléták maradnának, de manapság rengeteg a sportág, és minden gyermeket több sportra hívnak, és többbe bele is kóstolnak. De az nagyon fontos, hogy az atlétikától tudják megkapni az alapokat, amelyekre építeni tudnak. Losonczi István a bonyhádi labdarúgás ikonikus alakja volt. Nevét mindenki, aki egykor játékosa volt, nagy tisztelettel emlegeti. Olyannyira volt elismert személyiség, hogy immár 24. alkalommal adott otthont Bonyhád, a Róna elnevezett kispályás fotball emléktornának. Ilyen látványos támadások követték egymást a Losonczi István emléktorna mérkőzésein. A résztvevő csapatok tagjai jól ismerik egymást a nagypályáról, hiszen jelentős számban képviseltetik magukat a bajnokságok valamelyik gárdájában. Losonczi István a bonyhádi labdarúgás kiemelkedő alakja volt. A kispadról irányítva többször vezette sikere aktuális csapatát. Úgy emlékeznek rá, hogy nagyon keményen követelt. Róla nevezték el a 24 esztendeje tartó kispályás bajnokságot. Egy nagyon erős és karakán egyéniség volt. Szerette nagyon a játékosait, és mindig tűzbe ment volna értük. És bonyhádi foci fénykorában volt ő a bonyhádi csapatok az edzője. De egészen az NB3-ig jutott föl, akkor is a csapat volt, hogy kipottyantak a Megye 1-be, de akkor azonnal visszajutottak, és
gyakorlatilag abban az időszakban még 5-600 ember járt Bonyhádra a mérkőzésekre. A Magyar Kupában, illetve volt egy Dunántúli naplókupa is, amiben rendszerint nagyon jól szerepelt a csapat, úgyhogy mindenki nagyon jó szívvel emlékezik rá. Annak idején közel 20 csapat mérkőzött meg a győzelemért, ezzel szemben idén összesen 8 alakulat küzdött a sikerért. Ez egy nagyon nagy hagyományokkal rendelkező torna. Én még fiatal játékosként szerepeltem az első pár alkalommal, és még a régi csarnokban, a régi kis csarnokban hatalmas mérkőzéseket játszottunk, és nagyon jó hangulat volt állandóan. A nézők mindig is kíváncsiak voltak itt Bonyhádon a jó focira, és gyakorlatilag mindig zsúfolásig megtelt a csarnok. Annyi most a változásos, hogy az új csarnokban nem látszódik annyira a tömeg, mert a kicsiben jobban összezsúfolva ültünk. És valamennyivel azért jobb is volt a hangulat. Most már sokkal nehezebb a mai világban, sokkal nehezebb teremtornákat rendezni. Sajnos itt a két ünnep között is szerettünk volna tornát rendezni, de gyakorlatilag itt a környéken annyi lehetősége van a csapatoknak, hogy nehéz most már a csapatokat idehozni. Én azt gondolom, hogy mind a mai napig sikerült Pista bácsi emlék előtt adózni, és nagyon jó színvonalú torna a mai is. Kissé kevesebb csapattal, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, de a hagyományokat továbbra is fenntartjuk, és a cél az, hogy népszerűsítsük ezáltal is a teremlabdarúgást. A tornán résztvevő játékosok jelentős része aktív nagypályás. Így a teremtorna szolgálja az ő felkészülésüket is. Gyakorlatilag ide bárki nevezhet, nyilván megkülönböztetjük a profil, illetve a hobbi szinten sportolókat, de ez az a torna, ahol gyakorlatilag a profi szinten próbáljuk megszervezni, és profi körülményeket teremtünk a játékosoknak. A 20-40-es játéktéren gyakorlatilag a 4+1-ben játszanak a csapatok. A amatőr rendszerben 5+1-ben játszanak, de itt annyira gyors a játék, hogy a 4+1 elbírja, illetve a játékosoknak a fizikális, illetve a technikai tudásuk is arra predesztinál minket, hogy inkább a 4+1-et előtessük. A játékosoknak nagyon jó ez, hogy a nagypályás téli szünetben fent tudják tartani valamelyest az erőnléti állapotukat, fizikális állapotukat, illetve nyilván ők is szeretnek kispályázni. Vannak nagyon jó zsugások is, úgyhogy öröm egy ilyen csapat ellen játszani, akik tényleg jól játsszák ezt a teremfocit. Mindig visszatérő csapatok vannak, ezért is jó lenne néha egy új csapatot behozni, és jövőre nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. Nyilván az az érdekes, amikor jön egy új csapat máshonnan, nem ismerjük őket, vagy nem ismerik egymást, és akkor azért kettőzött erőadással kell a győzelemért megharcolni. Úgyhogy jövőre is szeretnénk szervezni egy ilyen tornát. A 24. Losonczi István emléktornát idén a Beverném csapata nyerte, miután a döntőben 1-0-dal legyőzte az Alakul gárdáját. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!